Sziasztok, én vagyok, és ebben a videóban három új hírt fogok nektek mondani a csatornával a kapcsolatban. Kezdjük is! A legelső az, hogy mostantól csatorna tagok tudtok lenni, amit itt a csatlakozás gombon meg tudtok tenni. Ez eddig nem volt ott, mostantól viszont már a feliratkozás gomb mellett ott lesz a csatlakozás gomb. Mindjárt mondom is, hogy mi az a csatlakozás. Szóval, aki rányom ez a gombra, az választhat három opció közül és ezek tulajdonképpen csatorna tagságot adnak nektek. Ez egy havi előfizetés, amit bármikor le tudtok mondani, és ti döntitek el, hogy melyik szintet választjátok. Értelemszerűen a legolcsóbb az a legkevesebb előnyt, a legdrágább pedig a legtöbb előnyt kapja. Aki csatornatag, az támogatja az én csatornámnak a fejlődését, ugyanis bele tudtok szállni ebben a fejlesztésekbe, tehát ezzel a pénzzel tudjátok a csatorna fejlődését segíteni, és az biztos, hogy Istennek tartalak titeket, akik majd csatornatagok lesznek. Szóval a csatornatagok nem csak úgy a semmi adnak egy kis pénzt, természetesen jutalmakat is kapnak, Mindjárt mondom is, hogy miket. Három szint van: a neonista, az ultra mega giganeonista és az Isten. A neonista rang havi 400 forint, az ultra mega giganeonista havi 1000 forint, az Isten pedig havi 3000 forint, és akkor fel is sorolom, hogy mik a jutalmak, amiket kaptok. A neonista rangban hűségjelvényeket kaptok a nevetek mellé, amit kommentekben és élő csevegésben is lehet látni a nevetek mellett és látjátok, van itt négy ikon, egy sima cipő, egy sima labda, egy arany cipő és egy labda. Ez azt jelzi, hogy mi, mióta vagytok csatorna tagok. Tehát ugye, ahogy telik az idő, úgy fogtok új jelvényeket kapni, és nyilván egyelőre az labda a legnagyobb, ami 6 hónap csatornatagságot jelent, de majd ez később ki bővíteni. Emellett a live chaton tudtok használni egyedi emojikat, amiből most jelenleg csak egy van, ez ilyen felfogós, szerintem ezek tudnak majd viccesek lenni, hogyha cseten ezt használjátok, mert lesznek olyan helyzetek, amikben ez, ez vicces lesz tényleg. Szóval egyelőre ez az egy, de ez fog bővülni, folyamatosan keresek majd magamról ilyen hülye arcokat, és akkor azokból lesz majd egyre több emoji. Egy kis érdekesség, hogyha a csetem beírjátok, hogy kettős pont emoji, akkor majd kihozza a választási lehetőségeket, hogyha több lesz, egyelőre még csak egy van. Emellett kaptok fotókat és beszámolókat a legújabb fejleményekről, ami azt jelenti, hogyha készül egy új videó, akkor azt nektek bejelentem, és nektek nem lesz titok. Ti fogtok tudni előre sok dologról, nem feltétlen mindenről, azt sajnos nem, nem ígérem meg, de nagyon sok dologról Fogtok tudni, amit sima feliratkozók nem. Emellett befolyásolni tudjátok valamennyire a csatornának a tartalmát, mert majd fogok kirakni szavazásokat is, ahol ti tudtok dönteni, hogy mit én holnap milyen live legyen. Például ilyesmi szavazásokat tudtok majd ti eldönteni, de higgyétek el, hogy lesz bele szólásatok, tehát ez egy jó nagy előny szerintem. Ugarjunk tovább az Ultra Mega Giga Neonistára. A névadás szerintem nagyon kreatív. Egyébként nem volt jobb ötlete, most ez lett. Attól függetlenül szerintem ez egy jó kis rang. Fontos kiemelni, hogy az előző szintről származó jutalmak is rendelkezésre állnak, tehát az Ultra a Giga Neonista mindent megkap, amit a Neonista tud, emellett pedig még van egy jutalom, közös játék veled. Ez azt jelenti, hogy én élőadásban játszom egy játékkal, amiben a nézőket is belevonom, akkor az ultra meg a giganeonista rangosok előnyben részesülnek, tehát hamarabb fogom behívni a partiba azt az embert, akinek van ultra meg a giganeonista rangja, mint a sima feliratkozókat. Ez a rang ennyit tud, ugorjunk a legnagyobb, vagyis az Isten ranghoz, ugyanúgy mindent megkap, amit az előző két rang, Ráadásul elismerés a videókban, ez annyit jelent, hogy az összes Isten rangú tagot egy videóban megemlítem, és megköszönöm nekik ezt az óriási támogatást. Ez a rang ennyivel tud többet, ezt tényleg csak az ilyen ultra nagy rajongók fogják szerintem megvenni, Senki nem kötelez téteket egyébként erre, bármit megtettek, akár azt is, hogy nem lesztek csatornatagok, ha pedig csatornatagok lesztek, úgy döntötök, akkor bármelyiket választhatjátok szívetek szerint, ti el, én nem befolyásolok senkit. Ez volt az első hír, csatornatagság, szerintem ez egy nagyon jó hír, remélem örültök neki, mert igazából a csatornatagok egy jó kis közösség részei lesznek majd, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog. Ugorjunk is a második hírre. A második hír, hogy mostantól élőadásban tudtok támogatni, amivel ugyanúgy a csatornámnak a fejlődését segítitek elő, ez a streamelements.com-on jöhet létre, amint látjátok, itt van az én tipping page ez a ez a donítes oldal tulajdonképpen, ez az a link, amit a live -ok, illetve videók leírásában is megtaláltok, ez az, az, ez az, az oldal, ahova titeket ez el fog hozni, beírhatjátok a neveteket, akár üresen is hagyhatjátok, hogy névtelenek maradjatok, át tudjátok állítani a pénznemet, én ezt nem ajánlom átállítani, szerintem ez forintól jó. Itt vannak ilyen ajánlott összegek, ezeket szabadon választhatjátok, hogy használjátok-e vagy nem, ugyanis lehet egyénileg is begépelni, tehát nem muszáj ezek közül választani, hanem így be is lehet írni. Illetve még tudtok üzenetet hagyni, amit én megkapok, és láthatjátok, hogy nagyon-nagyon sok emoji tudtok hozzá használni, úgyhogy szerintem tök vicces üzeneteket lehet küldeni egy-két donét mellé. Mindezt egy csodálatos borra való a Neon Neck gombbal tudjátok megtenni. Eredetileg ez a honlap nem magyar, úgyhogy na, annyira nem értenek a, a, a toldalékokhoz, úgyhogy Neon most ez van, gyerekek. Egyébként ugyanúgy, mint a csatornatagságnál, most is elmondom, ez, erre senki nem kötelez, ugyanis ez igazi pénz, tehát ez tényleg csak azt tegye meg, aki ő úgy gondolja, hogy meg szeretné tenni, és szeretné támogatni a csatornámat, úgyhogy ez tényleg ez nem kötelező, gyerekek. Ez opcionális, ha szeretnétek, nyugodtan már van rá lehetőség, ha nem, akkor nem, senki nem fog megsértődni, viszont higgyétek el, hogy nagyon fog körülni a támogatásotoknak. Jobb oldalt itt van még a top 10-es támogató, hát egyelőre egy se volt, tehát most értitek, hogy senki nincs a listán. A harmadik hír annyira már nem érdekes, de ugyanúgy fontos, úgyhogy ezt egyébként már tegnap egy bejegyzésben is ö, kitettem. Egy emberhez úgy, úgy rendesen el is ért, aki megtette ezt a dolgot. Szóval, mostantól új az Instagramom, mert biztosan tudjátok, akik követték az Instámat, hogy az a, azt a magánértemben használom tehát oda, oda videózásról semmit nem rakok ki, azt teljes mértékben a magánéletemben használom, úgyhogy emiatt nem posztoltam ki eddig oda, hogy mikor lesznek live-ok, -ok, meg ilyesmi, viszont pontosan ezért létrehoztam egy instát külön a YouTube csatornámnak úgymond, Aminek a felhasználó nevét jobb felső most ö, láthatjátok, Vi illetve mostantól a videók és liveok -ok leírásában ez az Instagram lesz belinkelve. Ezen a fiókon igazából ki lesznek rakva, hogy mikor lesznek új videók, hogy készül új videó, a live-okat azt egyértelműen ki fogom rakni, hát a több emberhez eljutnak, eljut majd így. Úgyhogy uh, itt igazából ez csak egy új platform, ahova dolgot fog kipakolni a videózásaimról. És mindenkit megkérek, hogy aki a sima instámat követi, az kövesse be ezt is, mert uh, igazából ők a videós tevékenysége miatt követték be az Instámat, viszont ott ez nem látható, úgyhogy akik eddig követtek, azokat megkérem, hogy most kövessék be az új Instagramomat is, mert ott tudnak értesülni az új dolgokról. Ebben a videóban igazából ennyi érdekességet akartam mondani, nagyon remélem, hogy tetszett és hasznos volt, ha így volt, akkor dobjátok rá egy lájkot, like illetve vagy feliratkozást az új Instagramom ott a leírásban, és akkor találkozunk legközelebb is, én Neon voltam, sziasztok!